Én soha nem tudtam, ugye, ahogy azt mondják, igazán élvezni az életet. Szóval nekem nem az ott az élet csúcspontja, mint ezeken a rendkívül rokonszenves utazási iroda reklámokon, egy függőágyba egy hölgy himbál, és én ott közben iszom a Coca-Colát, süt a nap, és halk éjjeli zene. Hanem az igazi szórakozás egyrészt a síelés volt, ugye, mert a semmittevést úgy koncentráltam, hogy testileg regeneráljon. Másrészt az nincs akkor alkotó tevékenység. Hát azért én találkoztam olyan emberekkel életemben, Szent Györgyről ne is beszéljek, apámról, Szabó Dezső, Kétli Anna, Nagy Imre, folytathatnám a sort, hogy az ember óhatatlanul felmerül az, hogy hát ha nem is gondoltam arra életemben, hogy ilyeneknek a, igazán a nyomdokaiba léphetek, mert az nem volt adatott meg nekem, de az én értékszemléletem az ő, habár teljesen különböző embereket mondtam most, ambíciójukhoz és perspektívájukhoz kezdett mérődni. Mert amikor még kérdezték tőlem boldogult gyermekkoromban, hogy mit akarsz csinálni, mondom, jót és jól. Nemrégiben megkérdeztem, most már tudod, hogy mivel fogsz foglalkozni a felnősz? Nem, mondtam. A vonatokra leleköptöstünk a hídról. De ezt állsz jobban, hogy sok kocsit láttam, ami rajta volt, hogy MÁV, a többi meg rajta volt, hogy MÁV Hungária. Hát megkérdeztem, mi a különbség, amikor így nyaralásra vissza-vissza jöttem. Hát mondták, hogy ezek a magyar kocsik, ami rajta van, Hungária, a többi az csak ilyen, amit itt kellett hagyni, amikor a versailles-i békét megkötötték. Itt a vasút az itt ment el a háznak a másik oldal mellett, és csodálkozom ma is, hogy egész jól aludtam. Lehet, hogy ők éjjel nem járatták, csak egyszer vagy kétszer. Ha nyár volt és meleg volt, elmentünk a Vághoz, oda az anyám vitt el, amikor egy-kétszer ide meglátogatott, mert ő apámmal úton volt állandóan, gondolom Bécs és Budapest közt. Erről soha nem beszéltünk. Arrafele volt egy pár bolt, oda elküldtek néha ilyen heringet vásárolni nagyszüleim, én üvegbe hoztam, gyorsan megfutottam a távot, most se lehet messze. Hát a házak nagyjából hasonlítottak egymásra, a fonógyár társági házai voltak, gondolom. Látom, itt is be vannak falazva az ablakok. Meddig élt itt a család, a nagyszülők? Hát én azt arra emlékszem, hogy 29-ben meghalt a nagyapám, és aztán ők mind a 30-as években az Ella és a férje kivételével azok leköltöztek Kecskemétre, a nagyanyám eljöttek Budapest és onnan Kecskemétre. Ez már 39-40-ben lehetett. Akkor itt ugye Szlovákiában a hitleri törvények sokkal keményebbek voltak, hiába állt ki Eszterházy János értük, aki megérdemelne egy kis publicitást. A Pest és
svájci Alpokban a legkitűnőbb sítelepek vannak, ahol a svájci síklub nagy csapatokban képezi ki az ifjúságot. A kiképző táborokban lakó 500 leány gyakorlatait megszemlélte Svájc tábornoka is. Nem egy elismert sport volt a sízés. Azt kinevették Magyarországon az én életem alatt zömmel. Ez most igazán elismert és nagy sport, mikor az ország se pénze, se hegye. De azért az a jó volt nekem a sízés, hogy a háborútól megmentett, hogy adott egy közösséget. Síelőink már az őszi napokon nagy számban megkezdték edzésüket a budai hegyekben, egyelőre sílécek nélkül. Leventéink és fiatal versenyzőink sí edzőtáborokban készülnek a téli síbajnokságokra. Az első hóra vidáman előkerülnek a sílécek is. Magyarországon mindig egy csöpnyi vágyakozás, ha nem is egy csöpnyi, talán tengernyi vágyakozás vegyült az ilyen jellegű hegyi tájak, majdnem azt mondtam alpesi tájak fele. Az első erős havazásra a téli sport híveinek ezrei keresték fel a budai hegyeket. Műren Svájc, hát az télen volt, és az egy kemény síhely, és hát kicsit magasabban is van, mint 1200-on vagyunk, azért fölment 2500-ra. Ramonyról is 3000 körül járt a csúcs, ahol mi voltunk, de hát itt volt a Tátra Kupa 950-ben, Tátrában, ahol mi részt vettünk, mint magyarok, a, nem tudom, több nemzet versenyébe. Mindig azt énekeltük annak idején a tatai olimpiai táborban, és 51-ben, hogy nincs a földön boldogabb szebb ország, egy kinyírt sportág fiai vagyunk. Hát az a síelésnél, az, különösen a síversenyzés, az egy egész különös aberrációnak tekintette a magyar társadalom, de már a háború előtt is volt ugyanakkor egy előkelőbb része, amelyik ezt mint passzió elismerte, de utána a hivatalos politika az nagyon rossz néven vette. ...350 versenyző részvételével bonyolították le a Mátrában a Magyar Népköztársaság síbajnokságát. A síbajnokság, amely a múltban csupán kevés, kiváltságos versenyző összecsapása volt, ma az üzemek legjobb sportolóinak nagy versenye. Végül mi a sízésnél ismerkedtem meg Szent Györgyiekkel is. A táj egy kicsit vadabb volt a Mencsulon, mint a Rózsahegyi táj, és tél volt. És amikor ott tanyáztunk a csapat néhány tagjával, ugye a felejthetetlen Sziklával, Szász Leventével, aki ma Münchenben orvos, Jobbány Jánossal, aki még él is itt gépészmérnök, és én négyes szobában voltunk, mikor bezörgetett hozzánk. Este 10 után egy felháborodott hangon bekiabáló úr, hogy legyenek már csendben, mert egy menedékházban vagyunk. Mert mi félreérthetetlen hangokat hallattunk, amelyet a legnagyobb körültekintéssel és rokonszenvvel sem lehetett udvariasnak nevezni, vagy ízlésesnek. Úgyhogy másnap azután megtudtuk, hogy ez, illetve ez a Szent György Albert volt. És hát akkor azon a másnapon, vagy harmadik napon
találkoztam ott egy kislányjal, akit az ilyen menedékházakban felállított pingpong asztalon, és három meccsben is alig tudtam megverni, én aki nagyon büszke voltam a reflexeimre, és nem is kellett gyakorolnom, és így elég gyors voltam. Ez nagyon meglepett, és akkor felfigyeltem rá, és hát kiderült későbbiekben, hogy ez a lánya ennek a professzornak, de ez akkor már nem nagyon zavart engem, nem is törődtem vele, és így el is múlt volna ez a találkozás, ha májusában annak az évnek, mert ugye ez valamikor december, illetve január lehetett, vagy karácsony, nem is tudom pontosan, a Síszövetség díjkiosztó vacsorán nem találkozom velük, mert ott Szent Györgyi díszelnök lett választva a Síszövetségnek, mert ő szeretett sízni, és hát ott akkor a díjkiosztó vacsorán végül is elhatároztam, hogy megkérdezem a telefonszámát, amit gyorsan fölírtam, és kb. Egy hónapban föl is hívtam. A Magyar Síszövetség Borsafüreden rendezte meg Magyarország 1944. évi alpesi összetételi síbajnoki versenyeit. A férfiak műlesikló versenyében első lett Szikla Péter, aki az 500 méteres távot 1 perc 58,2 másodperc alatt tette meg. Javaslatot csináltam, emlékszem még 48-ban a Hegyinek, hogy a golfot be kell vezetni, hogy a proletárok ne csak a bort és a port szagolják a kuglipályán, hanem ilyen, kb. Ilyen mezőkön golfozzanak. A keleti pályaudvaron búcsúztak el családjuktól és barátaiktól az olimpiai keret tagjai, hogy a tatai tábor sportszerű keretei között készüljenek fel a nagy viadalra. A hazai bajnokok együttesét az öreg gimnázium feldíszítve fogadta. Sebes Gusztáv, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adta át a sportolóknak a tatai tábort. Majd Hegyi Gyula, sportállamtitkár mondott beszédet. Nincs különbség ember és ember között. Doktoroktól a segédmunkásokig a legkülönbözőbb foglalkozású sportemberek baráti környezetben készülődnek a versenyekre. Hát a tatai táborban is a konfliktus, a sztrájkot azért csináltuk, és a mini fölkelést, mert a pincéreknek öltözött ávésok és az egész banda, azok úgy kezeltek minket, hogy azt mi nem nyeltük le, mert mi ugye nem voltunk ott, 51-ről beszélek, amikor ott 400 magyar élsportolót gyűjtöttek össze 51 októberébe az 52-es Helsinki olimpiára. És ugye akkor egy konfliktus robbant ki, amelyet tulajdonképpen én nagyon sokáig fékeztem, amikor is a tábornak a politrukja, akit pehjére még polgár elvtársnak is hívtak, és ilyen kardigános, antilopcipős Jan Pec volt, 950, az ott állandóan napi parancsokat olvasott fel, ez egy katonai táborra emlékeztető drillt szerettek volna bevezetni nekünk, ami abszolút nem ment, mert nagyon individuális a sport. És akkor olvasta az Eisenhower háborús úszító, alig tudta kiejteni nevét, és talán a harmadik vagy negyedik nap felolvasta, hogy meg kell dorgálni a Libik sporttársat, mert nem vetette meg rendesen az ágyát. És hát akkor már föl voltunk töltve erőteljesen, úgyhogy előre léptem a sorból ki, és akkor ilyen 400 ember így felsóhajtott, ez is szokatlan volt, és oda mentem, ő nem vette észre a marha, gyanútlan olvas, hogy kikaptam a lapot a kezéből, és azt mondtam, eltakarodj innen, mert te még rég a golyóiddal játszottál, amikor én már becsületet szereztem a magyar sportnak, kotródj. A Pali megrémült, agresszívebben léptem föl, mint most. Ilyen tornacipő volt rajtam, és így hátra kezdett, megbotlott, elesett, és én így begörgettem a tornacipővel a 15 méterre fekvő házig, gyengéden, hogy meg ne sérüljön. Hát mondja, együtt egy iszonyatos botrány tört ki, a farkas milyen le akar tartóztatni, a Hegyi a telefonon sírós hangon közölte, hogy nem tud lejönni, rendet teremte, mikor fölhívtam. Nem mondtam, nézd, itt nincs mit magyarázkodni, itt minket úgy kezeltek, mint a rabszolgákat, ez egy provokációs tábor, nem olimpiai előkészítő, és ezt a hülyét meg nem is akarom többet látni. Én különböző közlekedési minisztériumban vagyok most éppen a kutatási osztályon főmérnök, akkor pont egy olyan szakasz volt, nem tartott sokáig, mert ezután a téglagyárba kerültem.
Én nem fogok ezek itt vegzálni, az időmet elszúrni, amikor havon is figyelhetem a szabadságon, nem itt a sarat dagasztjuk. Akkor már bejött a Mazány, meg a Novák Bonzo, aki ma nyugdíjas ezredes, rendőr ezredes. Nagyon rendes volt, én nagyon szerettem, nem tehetek, és most is nagyon bírom. És mondták, nézd, minél elmegyünk, mert tovább maradunk, úgy megverjük ezt a palit, hogy te se tudod megmenteni. És fölültek a vonatra, és elmentek velem együtt. Hát ezek után jött egy nagy fegyelmi. Hát most mondjam el ezt mind, hát nem érdekes. Örökre eltiltottak a versenyzéstől, minden funkciótól, lesikló kapitány voltam. Elrohantam valakihez, akit én már 45 óta ismertem. Tudom, hogy sokan megszívják most a fogukat, és joggal, akik a 30 évet nem Svédországba töltötték mindén, Szirmai Istvánhoz. Tehát ő rögtön elment a Hegyihez, aki ott lakott nem messze a Somlói úton, és megdumálták, hogy mit csináljak, és akkor azt mondta neki a Hegyi, aki hát nem volt se az elvek embere, se nem izgatták őt ilyen dolgok, hát írjak egy levelet neki, és megpróbálom amit kitalálni. És a levelet pedig ne a Hegyinek címezem, hanem a pártközpont adminisztratív osztály vezetésének 51-ben, az meg ki a fene, kérdeztem én Szirmait. Azért nem ismered? Hát 45-ben találkoztál vele Szegeden, Nagy Imre. Megírtam a levelet, 6 hét múlva eltörölték a fegyelmét. Én csak azt kértem, hogy versenyezhessek. Szánom bánomot is beleírtam. Ezem így is volt, miért nem vertem agyon a pasast. Téglagyári diszpécser lettem, de előzleg sztanovista oklevelet kaptam, mert csináltam egy ilyen újítási javaslatot a téglagyárban. Éjjeli műszakot is megtapasztaltam, nagyon tanulságos volt, és ott láttam, hogy hogy él a vezető magyar munkásosztály, téglát loptak, az ingük alá dugták, úgy mentek ki, nekem kellett volna ellenőrizni, legszívesen még egyet oda dugtam volna, de akkor már mások is rájönnek. És hát szóval, ha leállt a gyár, akkor a fogaskerék eltört, akkor elmentünk az óbudai téglagyárba, amelyik felolyan kapacitás volt. Ott ugyanolyan gépodából ki kellett venni a fogaskereket, az leállt, és a másikba tettük. Ismeritek, mint az autóknál, ugye? És szóval hát így ment a szocializmus politikai gazdaságtana. Hát elég zsúfolt volt ilyen szempontból az élet. Másik oldalon viszont ugyanakkor alapította meg a Repülési Tudományi Egyesületet, a Műszeraltmatizási Egyesületet, a Központi Tudományos Bizottságát, a METESZ-nek. És ahogy 51-ben, amikor kitelepítések jöttek, akkor például hírül vettem Kovács Károly Páltól, nemrég meghalt akadémikustól, bizalmasan közölte velem, hogy Kármán Tódor öcsét is kitelepítették, a Miklóst. Hát ezt már nem lehetett tűrni, akárhogy le voltam nyomva a víz alá, megragadtam tollat, levelet írtam az akadémia elnökének, Rusznyáknak, és csak annyit írtam bele, hogy Kármán Tódor öcsét nem lehet Magyarországon egy élet során kétszer deportálni. Erre visszajött. Én kiváló teniszlabdaszedő voltam, mert egy ízben apám megdorgált, hogy azt mondja, 8 éves lehettem, hogy nem tudok még pénzt se keresni féltréfásan, és akkor elmentem a teniszlabdát szedni, és ott igen nagy karriert futottam be, nagyon jól szedtem a labdát. Persze virágot is árultam, ezt mindenki keresztül megy ezen, meg a gyümölcslopáson. A legérdekesebb dolog, amit igazán kicsit alakított, az a középiskolába, fél évkor, nyolcadikba, kettőből buktam, számtam fizikából. Hát akkor az apám elgondolkodva leült velem, mikor a fél év bizonyítványt február 1-én hoztam, a Havannáját szívom, mondta nekem, hát azt hittem, hogy a műegyetemre akarsz menni. Ezt fennáll, mondtam. De hát, ha nem érettségizel legalább jelesen, akkor teljesen kizárt, hogy fölvegyenek, hiába Mór Gyula, az egyetemnek egyetemi tanács, egyetem rektora volt, és hiába az én pénzem, ez nem fog menni. Hát mondom, még nincs minden elveszve. Akkor megvillant a szeme, fogadjunk? Fogadjunk, mondtam, mert hát fogadtunk. És mit akarsz, ha nyersz? Mert feltételezem, hogy csak erről lesz szó. Hát mondom, azt, hogy utána bemegyünk együtt a gurmanthoz, és ott annyi libamás szendvicset ehetek, ahelyett akarok. Rendben, mondta az öreg, azzal vette az édenkalapot, ezt a bambuszbotot, amikor divat volt 30-as években, és eltűnt. Én meg rávetettem magam a telefonra, akkor már volt telefon Magyarországon, és működtek.
És fölhívtam egy csomó ismerős, végül kilukadtam egy másodéves gépészmérnök, aki summa cum laude diák volt addig, úgy hívták, hogy Bella Andor Ernő, jól emlékszem, házi tanítónak, és az öt pengőér óránként minden héten kétszer két óra, tehát 20 pengő, mikor 200 volt a fix, eljött, és számtan fizikára el kellett tanítani. Tehát szóval ez sikerült. A sendvicsekkel elmentünk, elkezdtem falni, a 36-nál az öreg Libik zavarba jött, és egy 100 pengős dobott az asztalra, majd fölkelt, majd este találkozunk, mondta, és zavarát leplező kisétált. Már ez is elégtételt volt. Én ott nagyon sokat tanultam, úgy érzem. Sós Gézával ismerkedtem meg, Héti Lajossal, Sáros Pataki kollégium késői tanáraival, Barna Bélával. Egy hihetetlen, nem csak az akkori, de az eddig általam ismert mindenkori Magyarországon felvilágosult és szabad és értelmes szellem uralkodott. Ez volt az a kollégium, ahol aztán a háború alatt elhelyeztem számomra akkor ismeretlen embereket, akik a hatalom elől bújtak oda, háború után Haraszti Sándor, Losonczy Géza, Donát Ferenc néven lettek ismertebbek ki. A kollégium igazgatója Bognár tanár úr református pap volt, tanár, és ehhez képest franciául tudott, és állandóan imádott velünk fotbalozni. Utoljára sajnos 44 karácsonyán láttam a Bimbo úti házunkba Perangerrel együtt, és akkor annak az évnek a végén egy eltévedt golyó megölte, amikor a padlásra ment gyerekeinek játékszert keresni. Hát egy ilyen sorsszerű dolog volt. Úgyhogy beállítottam Maszba, mikor ott fogadó óra volt, azt hiszem keddi nap volt, és ott ültek a klubba a fiúkat, és kértem, hogy hát szeretnék belépni a klubba. És hát mondták nekem, hogy ők nem adnak szerelést kezdőknek. Hát mondom, nincs szükség szerelésre, azt én ma elintézem, és akkor egy idősebbik tag, a Géser, Berci Géser Albert gépészőnök, emlékszem rá, nem, most halt meg nem régen az is, találkoztam még vele egy fél éve, mondta nekem, hogy kérlek szépen, hát nagyon finoman beszélt, még sejpített is egy kicsit. Ez nem egy olyan sport, ahol csak neki lehet támadni, itt fizikailag föl kell erre készülni, és ez egy veszélyes üzem, és hát mi nem vállaltjuk a felelősséget, hanem először meg kell szépen, nem lehet mindjárt versenyzésre kezdeni, mi nem foglalkozunk oktatással. És én úgy álltam ott az íróasztal előtt, és zsebre tudott kérdeni, hogy beszéltem velük, és kértem a zsebre, és átugrottam az íróasztalt, és mindjárt vissza is. Hát erre rögtön megváltozott a hangulat. Hát jó van, mondja, megnézhetünk téged a normán, gyere föl, ott találkozunk. És van ma azt, hogy a kent szombaton reggel 9-kor, vagy fél 10-kor. Ha fölmentem oda, a fölcévet napám síjét, cipőjét, beleugrottam, Géser Berci ott állt már, menj le. Hát az igen meredek lejtő a Norma melletti bal lejtő, és ott egy ilyen keresztút van a felénél. Hát ő valószínűleg nem úgy értette most, hogy visszagondolok, hogy én lesúszoljak. Én lementem így egyenesen, az út kicsit megdobott, hátra egy szaltó, talpra estem, az Úristen a holom alá nyúlt ott is. Utána nagy nehezen balra bekanyarodtam, mert ezt a korcsánál megtanultam. Én sokat korcsáztam hegyi utakon, már Rózsahegyen is, meg itt is, a Hűvösvölgybe. Letéptem a síket, fölrohantam, és már kezdtem csatolni. Még egyszer? Leesett állal át a Berce, azt mondja, hogy Isten szerelme éjsz még. Igen, mondom. Hát akkor dehogy, várjál, gyere, menjünk egy kicsit odébb. Ez 39 volt, decemberre lehetett. 41-ig tartott, amíg a magyar bajnokságon 11. lettem, 120 ember indult, és 42-ben már, ugye Borsa, azt hiszem már Magyarországon, már ott a magyar bajnokságon, igen, jó szerepeltem második, harmadik helyen, és aztán megvettem a svejcseket a szlalomba. Hát ez volt az, amikor az Angerra találkoztam, már úgy, hogy hát én rám maradt a becsület megmentése. Kaptam egy S4-es első lábkapcsolós puhot, azt 39-ben. És hát
Ez egy nagyon kellemes érzés, feltéve az embernek pénze van rá, akkor éppen volt. Aztán kaptam egy még nagyobb motort, egy 500-as Rögzsöt, az volt a motor, amivel hát a Szentgyőri családdal egyidejűleg léptem színre. Ez már akkor 160-nal ment. És hát az arra alkalmas volt, hogy ezt a nagy feszültséget, amit azért, ha nem is tudatosan, vagy csak részben tudatosan hatott a háború és a közelgő front, azt ilyen apróbb, hogy idézzem a könyvben, pótveszélyekre váltottam föl, mikor hajnalonként föltéptem a Schwab-hegyre, egy pár kanyát lerítünk, és aztán vissza. Hát a háború alatt célirányos volt, mikor igazoltatás nélkül, tömegközlekedési eszközök nélkül lehetett szállítani üldözötteket. Aztán Beck Judit emlékszik egy ilyen jelenetre, amikor motoron viszem. De vittem rajta Major Tamást, állandóan Fehér Lajost, mikor a Szent Imre Herceguti SS barakok fölrobbantását vettük tervbe Pálfival, ami aztán szerencsére semmi se lett. Azokban az időkben, mikor általában a gépkocsikat megállították, több személyet igazoltatták, villamosokon pedig rendszeres volt az katonaszökevények, vagy háború alatti évekről beszélek, akkor egy nagyon exkluzív dolog volt motorral járni. Miért jobb, hogy nem sikerült el felrobbantani a barakokat? Úgy tettél egy félmegnyitást? Hát a világ legerősebb hadserege, a német, megszállja Magyarországot és létfenntartó harcot vív saját életéért, és akkor néhány amatőr még jobban fölheceli őket. A Szent Imre Herceguti SS barakoknál a terv az volt, hogy hátul bevágja egyik csoportunk a kézigránátokat, és akkor az SS-ek kitódulnak, mi ott a gépisztolyal lelőjük őket. Hát a Grimm mesében is ez így van, de hát azért az, ők is gondolnak erre, hogy biztosítsák magukat. Egy akkor már 44 szeptemberében nem egészen barátságos országban. Ha ez sikerült volna, ennek csak egy iszonyú megtorlás a vége. Túszokat szedtek volna, valószínűleg a környékről, Zsilmó út lakott szembe velük, azt tudtam, professzorom volt a műegyetemen. Voltak sikeresebb akcióink is, amikor a német terrorokat robbantottuk a Fillér utcába, vagy a Gellért téren a német ágyúállást. Úgy az, hogy nem volt benne akkor éppen ember, mert az nem, szóval nem volt, de mindegy, szóval ezekre nyilván szükség van természetesen egy ilyen háborúban, amiben mi álltunk, akkor, és tudtuk, hogy a háborúnak vége van, és a németek vesztettek. Nem aludtam otthon, hanem a finn követség épületébe, amely kb. 600 méterre van a Gellért helyen, a svéd követség épületébe. Ma már nem lehet rekonstruálni azt, mert fölrobbant a háború alatt, és elége, mit tudom én, hogy újat építettek. De a helység meg ott van a mai finn követség is. Hát ez teljesen el volt hagyatva, mert amikor a Finnország kilépett a háborúból, ugye 43 vagy nem mikor, akkor ott már nem volt személyzet, és ott primán éltem. Két bejárata volt, egy a fönti, a Minerva út felé eső része, a másik pedig lent a Kelen egy út, azt hiszem, hogy hívják, igen, ami a Gellért hegyre fölvezett. Rövidesen Szalkai Bélával is újra találkoztam, és elkezdtük üzni az ipart, mikor minél kevesebb vesznél valójában az embernek, annál többet kockáztat. Hát az iparűzés akkor is abból állt, ami azon a nyáron, röpératszórásból, emberek szállításából, lakás szerzésből. De az a szó, hogy ellenállás, ez eddig még nem hangzott el, de hát azért ez az volt, nem? Hát nem csak ez, hát ez már folyt a félszabad katonai élet, ahogy mi Szentgyörgyivel néván tréfásan neveztük. Elsősorban ezekben a bújtatásokban, ugye Haraszti, Beck, hát egy ilyen epizód volt, mikor a Beck Fülöpöt a feleségével, ugye Major apusát, praktikusan Beck Judit szüleit, egy ilyen svédvédett házban, egy csillagos házból, nem is svédvédett, hanem egy csillagos házból el kellett vinni, mentem egy néhány rendszámú kocsival, és ott vittem magam egy újságot, csak kezükbe adtam, mert a csillagot láttam, nem fejtették le a ruhájukról. Hát mikor megyünk át a Margit hídon Budafelé az új lakásba,
Akkor leszól egy gyerek a pótkocsiról, vagy valaki, hogy bácsi, az újságot fordítva tetszik tartani. Megfordítva az újság. A szentség nem történt. Más látták a német rendszámú kocsi, megnyugodott a lelkismeretük, hogy visszük őket el. Akkor így láttam. Ez nagyon-nagyon, nekem akkor nagyon rossz véleményem támadt ebben a korszakban, ezt el kell mondjam, a névtelen feljelentők és denunciások népéről. Domináns volt ez, és nem hiszem, ez különben Hamvas Béla is megírja a könyvébe, hogy más országban ennyire volt. Nem tudom, mi lehet az oka. Ezen beszélgetünk Szent Györgyivel gyakran, ő azt mondta, a nagybirtok fizikailag, erkölcsileg megtörte ezt a népet, szolgává, rabszolgává tette, alázatossá, alázatoskodóvá. Lehet. De viszont 56 egész más mutatott nekem. Nekem nem volt nehéz választásom. Én katona köteles voltam, és mikor Szálasi beívott, aztán addig halasztást kaptam, a műegyetemi halasztást, akkor, mint katonaszökevény, nem volt mese, ha elkapnak. Családi körülményeim is olyanok voltak, hogy nagy jövő nem volt volna rám a harmadik birodalomba, sőt, gyors vég vált volna rám. Ezt ugyan én eltagadtam magam elől, hogy ez a motívum, de bizonyos, hogy hatott. Számomra az egész szentgyörgyi család. Azok, akik a világon legközebb álltak hozzám, azoknak az egzisztenciája attól függött, hogy a németek a háborút veszítsék el és takarodjanak ki. Ez később furcsa módon megismétlődött. Elnyújtva, ultrarapidba. De sokkal töményebb politikai tartalommal. Ott ez a szovjet megszállás ellen lassan és visszavonatlanul megérlelődő ellenállás, ellenszegülés, undor, nem tudok más mondani, mert ez volt. Az ember eljut egy olyan álláspontra, hogy nincs hova hátrálnia. Hogy már nem tudja se önmaga, se mások előtt, főleg önmaga előtt elfogadhatóvá tenni, az utolsó mozdulatával nem csinál valamit ellenük. A versailles-i béke, ez egy olyan iszonyatos motiváció volt ebben a háborúban, hogy nagyon kevés ember tudta megérteni, hogy ez a háború nem fogja ezt megjavítani. És hát akik a földrajzot ismerték, ezt tudták is. Utána jött az egyre fokozódó és az általános magyar polgári értékszemlélettől eltérő jelenségek halmaza, amelyet a hitleri nácizmus előnyomulása kényszerített és valósított meg az életbe. Én azzal nem értettem egyet, hogy Hortinak neki menjenek. Horthy akkor még nem volt, az még a fegyverszüneti deklaráció előtt volt, de Szentgyörgyi révén tudtam ezeket a tárgyalásokról, és nyilvánvaló volt, azt is tudtam, hogy Faragó Gábor akadályozta meg a budapesti puccsot, egyrészt a zsidóság tömeges deportását is, és ezt ugye Horthy rendelte el, mikor a svéd király írt neki egy levelet, és maga az, hogy Wallenberg működhetett Magyarországon, ez szerintem a Horthynak volt a műve. És hát nem volt a Horthy képe a mi családunkban és mi nálunk. Beleértve még Szentgyörgyi is, aki inkább egy ilyen naív embernek tartotta. Majdnem, hogy így mondjam, kicsit ostobának. De hát, hogy bűnösnek, szóval fellengző, ilyen, én többször tárgyalt vele. Ez volt legalábbis a benyomásom. De az, hogy Horthyt úgy ábrázolják, hogy a rogyadozó Hitler az ő fejére támaszkodva próbál nem összerogyni, egy karikatúrában, hogy beküldt kényszerítve, ezen nagyon fölkeltem, mert a Horthyhoz hűséges katonákat, akik hát túlnyomó többségben voltak a kommunista párt szimpatizásaival szemben, ezt már akkor is tudtam, vagy legalábbis gondoltam, azokat felesleges kikapcsolni egy jövendő ellenállásból, és egyszerűen elítélni a nemzet egy részét, mert nem rohan az öngyilkosságba. Én sokszor gondolkoztam ezen a katonai ellenállásnak ugye a jelentőség, de erről már beszéltünk különben. Körülbelül olyan attitűdöm volt ezekkel, mint a síversenyzőknek, a nem síelőkkel. Amatőrök voltak, akik bemutatkoztak egymásnak,
konspiráció szabályait nem igen tartották, a mozgásaikat mindenütt kontrollálni lehetett. A halálfélelme, hogy senkitől nem idegen, azért nagy erő, és ez megtehetje az ebben gondolkodni is, ha muszáj. Sőt, dolgozni is. Tehát akkor az ember nagyon is átgondolta, annik, hogy a célt a szem előtt éveszette volna, hogy milyen formák közt találkozik valakivel. Általában nem szerettem találkozni emberekkel, akik tudták, hogy ki vagyok, és hol lakok, és hol laktam, és a hátteremet. Tehát az egész csapattól teljesen elvágtam magam, egyetlen emberrel érintkeztem, csak Szalkai Bélával, meg aztán a Kábellal. Volt egy jelenetem a Székely Tamással, a Marzibányi téren, azt hiszem novemberben hűvös volt, találkozom vele, és már nem tudtam kitérni, megismert, Székely Tamás a csapat tagja volt, ugye, nagyon jó síző, tehát a negyedik, ötödik helyen állt a rangsorba, és mondja nekem, hát kérlek szépen, mit szólsz ez az időhoz? Hát mondom, nem igen fog esni az idén, és tréningre úgyse lesz alkalom. Kb. Így vezette be. Hát nem csak erről van szó, azt mondja, de ezek a szörnyű rendelkezések, kérlek szépen, hiszen nagyon jól tudod, hogy az én apám is érintve van. Hát nem tudom, hogy mihez kezdjek, mit csináljak, mit tanácsolsz. És azért mikor még egyszer elmondta, hogy micsoda dilemmában van, óvatosan megkérdeztem, mondd a te okmányaid, amiket itt be kell mutass, hát nem lehet azokat egy kicsit korrigálni? Fölkapta a fejét, és megsérte, odavágta. Én hamisítsak? Soha. Hát erre elveszettem a türelmet, magamhoz rántottam, egy fél fejjel kisebb volt, és a fülébe sisterektem. Akkor dögölj meg, büdös zsidó. Könnyekbe tört ki, hátat fordult, és elrohant. Majd a háború után hálálkodva köszönetet mondott. Mert természetesen rájött, hogy ez az egyetlen megoldás, amit én is ezt mondtam neki. Hát ugye a legdrámai fordulópont, ma is úgy érzem, a anyám halála volt. Mert ugye én május 6-án elmegyek Szegedre, hogy így mondjam, a formális esküvő után, hogy kvázi Nász útra, és 30-án visszajövök. Este még találkozom vele, és hajnalban arra ébredek, hogy zaj és mozgás van, mert a szuterénben volt az én szobám, a Bimbóti villába. És hát ott látom, hogy ott volt akkor egy szobalány, meg Inas, 44 májusa volt, hogy az apám ott, hogy így mondjam, nagyon földultan szaladgál, puskáját keresi, vadászpuskát, mert le akar lőni minden németet, egyszer le kellett fogni, hát az olyan gázzal megmérgezte magát a konyhába. Ennek az előtti jelen este legcsekébb jelese volt. Aztán jött, mondom, a rendőr, orvos, és ott próbáltuk mesterséges légzéssel, semmi hatás. És az is ilyen, úgy látszik, megszokta ezeket a jeleneteket akkoriban 44-ben. Elvitték, és akkor eltemették pár nap múlva a Farkasrétibe. Azóta se tudtam megtalálni, mert ide-oda költöztették, összekeverték a csontjait, most próbáljuk identifikálni, de hát ez nagyon nagy procedúra, és nincs is hozzá mindig az embernek ereje, hogy ezen végigmenjen. És hát ma is egy olyan dolog, amit 30 évig még beszélni se tudtam róla, de hát most már elmúlt 45 év, 46 év. Érdekes módon eltompulnak az embernek az érzékszervei. Természetesen egy másik nagy fordulópont az volt, hogy ez a Szent Györgyékkel való megismerkedés, és az a jelenet, mikor az Albert hazajön Moszkvából 46-ba, és rögtön vacsorára hív minket, a Nellivel. Mi akkor már több mint 4 éve éltünk együtt, és hát nem. Problémamentes volt, hogy így mondjam, legalábbis kettőnk közt, és közli velünk, hogy ő el fogja hagyni Magyarországot, ő Amerikában egy professzornak van egy meghívása,
neked is van, mondja nekem, hozzám fordulva, metallurgiába az érdekelt akkor, ott a Beck Pali, a professzor az egyetemen, és már ott vagy tanársegéd, minden el van intézve, megyünk a legsürgősebben, csak az útleveleket kell még megcsinálni. Nem életek egy országba folytatta, ahol barátaimat, ismerősöket, vagy akár ártatlanul is ismeretlen embereket lecsuknak, kínoznak, megvernek, nem találom meg többi őket élve. Majd hozzátette Sztálin, egy vérszomjas gyilkos, százszor rosszabb, mint Hitler volt. Akkor már nem tudtam válni, és közbevágtam. Hát te azt magyaráztad nekem egy másfél-két éve, hogy a kommunizmus a kereszténység elveit varrósítja meg. De nem ezt vágta szenvedélyesen közbe Szent Györgyi. Ezek sohasem. És Nellire néztem, akinek már akkor a szeméből folytak a könnyek, és te mit, hová mész, kérdeztem. Hát mondja, nekem oda kell mennem, ahova a dedinek. Hát én ismertem a relációt köztük, ugye, ez egy nagyon sublimált Ödipus komplexum volt, ha mostan a mai fejemmel akarnám definiálni, akkor nem tudtam ilyen pontosan talán mindig formulázni. Ugye Albert el volt válva, a Nelly egyetlen gyerek volt, a Nelly imádta az anyját is, de hát az is egy szörnyű dolog volt, hogy azon akkor már Amerikába élt. És hát a... még hozzátettem az Albertnak, hogy hát én tudod, hogy egész életemben mind az öreg Libik fiát tartottak nyilván, az utóbbi években meg mind a te vejed tűnök fel a színen, ha csak a nevemet mondom, de mind a kettőből elegem volt, és különben is egy szegényebb országból egy gazdagabba, csak azért, hogy nekem jobban menjen, nehezen tudom elfogadtatni magammal, hogy elmenjek. Ha én elmegyek a főkaput, és ki kell nyissuk hozzá, nem a hátsó kapunk kell nekem, ezután az egy év után, és a többi évek után Magyarországon elmenni. Tehát én mondjuk ragaszkodtam ehhez, hogy így mondjam, volt egy nagy investíció. Egy fél tucat alkalommal, nem többször tettem az életemet kockára, annélkül, hogy ez a család tudott volna róla, azért a fikcióért, amit akkor Magyarországnak hívtak. És hát a lényege az volt, mint erre évtizedek után rájöttem, hogy ha Nelly akkor azt mondja, hogy oda megy, ahova én, akkor teljesen azonnal velük megyek. De így, ezt a saját árnyékomat így átugrani, akkor nem voltam képes, anélkül, hogy ez tudatosodott volna. Zuhantak, tornyosultak az események, akárcsak ma, hogy jégzajlás előtt kell egy híd Pest és Buda közt, 45-ben. Hát az volt a Kossuth híd a parlamentnél. Hát annak nem volt vasanyag az egész országban, az oroszok mindent elvittek. Hát erre én a Csepeli szabadkikötőben volt Pálfi feleségének a bátyja, Sármány Dénes, Pálfi Györgynek, aki ott nagyon jól csempész központtá alakította ki, finoman fejezem ki magam, az orosz katonákkal a helyzetet. Ott óriási mennyiségbe hoztak rablott holmikat Ausztriából a Dunán. Hát mondtam neki, hogy kéne nekünk ilyen és ilyen mennyiségű ívas, kb. 6 vagon, ami a hídnak a tartószerkezetére felelne meg. A specifikációt megkaptam Szécsi Károly bácsitól, meg a Pistától, Pap Pistától. És hogy tárgyaljuk, kezdjük letárgyalni oroszok, hogy mibe kerülne ez. Hát én úgy emlékszem rá, hogy két benzinkana, útliteres benzinkana, baraszpálinka volt, két bőrkabát volt, és három cirkuszi páholyjegy, melynek fejébe, tudom, hogy ez nagyon furcsán hat, de én erre emlékszem, ők egy uszállyal lehozták a Böhlertől és más ilyen ausztriai cégektől, ahol raktárakból, ahol találták a megfelelő specifikáció ívasakat, azt mi szépen átvettük, és akkor meg lett a Kossuth híd. A 45-46-os helyzet és a mai hasonlít egymásra? Hát sok hasonlóság van benne, sok hasonlóságot fedeztem föl. Hát mondjuk ilyen látható romos épületek, tönkre silányított és fölrobbantott hidak szerencsére nincsenek, mi csak az hiányzik. De egy valami, ami akkor nagyon megvolt, az nagyon hiányzik ma,
az, hogy az emberek iszonyatos energiával álltak neki az újjáépítésnek, hihetetlen elvárás volt, holibile diktú még a szovjet felszabadítók iránt is, vártuk, örültünk mindannyian, és nem csak én gondolom, ha csak nem az a maroknyi csoport, amelyik annyira kompromittálta magát, vagy részt vett gyilkosságukba, hogy azok, mikor bejöttek és elintézték a németeket, utána hazamennek, és akkor elkezdhetünk dolgozni, talán még barátok is leszünk. De már az első napok nagyon is meggyőztek akkor arról, hogy ez nem megy. Nem tudok más, mint Faludi könyvéből idézni, Recsken, mikor ott beszélget valakivel, azt hiszem, a Reinprechttal, igen, ismertem a Reinprechttet. Amit látják, hogy egy őr hogy ver egy foglyot. Azt mondja, nem szörnyű, nem borzasztó ez, hogy ezt így veri, ezt nem mert. Lehet, nem, ez még szörnyűbb, mondta Reinprecht. Micsoda? Ha nekünk kellene verni. Miért jöttél be a kommunista pártba? Hát aztán elmondtam már egyszer, itt arról volt szó, hogy 45-ben kiderült a háború után, hogy azok a személyek, akikkel együtt tevékenykedtem mentési és más akciókba a háború alatt, azok zömmel azonos a békepárt a kommunista párttal. A személyeket én nagyon nagyra becsültem, érthető is volt, én azokban semmi hibát nem láttam, arra nem is volt idő. 45-ben arra kapacitáltak, hogy lépjek be a pártba. Tehát én nem értettem, hogy minek csináljam, és hát megtanácskoztam ezt a Nellivel. Ezt meghallgatta, hát ő már annak idején is nagyon pozitív volt, még a háború alatt voltak ilyen megnyilatkozásai, mit én nem is nagyon figyeltem. Azt mondta, ha itt maradunk, be kell lépjünk, mondta ő, nagyon okosan látván, hogy orosz fönnhatóság alatt ott nem lehet sokat majd ugrálni. Jó, mondtam, és akkor beléptünk. Ez azt hiszem 45 márciusa lehetett. Hát 56-ba elérkezni, abban sohasem gondoltam fegyveres összecsapásra, a szomszédos megszálló 20-szoros hatalom és Magyarország népe között, azért nagyon messze eljutottam már évekkel 56 előtt. Annyira messze, hogy például a Sztálin halála után, ami mindannyiunk életében egy óriási élmény volt, pozitív élmény. Azt terveztük Tóth Laci barátommal, aki azt se tudom, hol halt meg és hol van eltemetve, valószínűleg Németországba, mert oda menekült 56 után. A Kisvápegyi úton, ahol Rákosi mindig járt le a kocsijával, volt egy ilyen romos, volt kocsma épület, oda akartunk egy géppuskát fölvinni, hogy a kopaszgyilkost a helyére tegyük, ha legközelebb arra jön. Ezt egész komolyan gondoltuk, de mire nagy nehezen eldöntöttük ketten, nem tudom, hogy kivel beszélte ő, meg én senkivel, lehet, hogy a fegyverbeszerzésnél, ami az ő dolga volt, ez valami kiszivárod, mert azt az épületet onnan eltüntették. ...1956. október elején már lerendeztük magunkat a parlamentben nagyjából, gyártani kezdtük a minisztertanácsi előterjesztéseket a magyar mérnökök és a tudomány kiemelkedő eredményének felhasználására. Abban hívjuk reménybe, hogy ebből valami lesz. A Műszaki Petőfi kört is megnyitottuk egy pár hónappal előtte. Rákosi bukásával azok újra működni kezdtek a Petőfi körök. Hát részt vettem ezeken az összes drámai Petőfi körökön, ahol Losanci volt és a többiek felszólaltak. És utána pedig a rajtemetés utáni időszakban már azt készítettük elő, hogy Jugoszláviával egy közvetlen műszaki tudományos együttműködést csinálunk, mégpedig Moszkva nélkül. Egy szóval betettem a lábamat a parlamentbe, amit az én életem alatt a hazugság házának hívtam, és amikor Rákosinak a leváltása még ugye nyáron napirendre került, akkor nagyon meggyorsultak az események, Táncos fölkeresett, hogy mi a véleményem egy nagy tüntetésről októberben. Én hát elmondtam, hogy provokációtól tartok. De utána pedig előkészítettem utamat Szlovákiába. Egyrészt meg akartam nézni Rózsa-hegyet, ugye, mert 49 óta nem
utazhattam sehova, és nem is láttam a háborút a szülővárosomat. A 24-én reggel érkeztem meg a határa, ott feltűnt nekem, hogy rettesen átkutatták a kocsimat. Minisztertársi igazolványom volt már ennek ellenére, és utána ott megkérdezi az őr, hogy lehetséges az, hogy most tüntetések vannak Budapesten, mondom, hogy nem hallottam, hallogatták a rádiót maguk, igen, hát az van. És mondja, lehetséges az, hogy Rákosi elvtársat is bíróság elé állítják. Hát mondom, hogy ha az igazságot ki kell deríteni, akkor senkinek nem kell semmit se félni. Hát nem egy tragédia, ez megtörtént sok más emberrel hamis alapon. Az egyik ilyen határőr pedig arra kért meg, hogy vigyem föl Budapestre a családjához, nem tud most följutni, mert le volt zárva Budapest körül a közlekedés, már akkor mondták. Hát én szívesen ráálltam, helyen volt, egyedül voltam, azok ez biztosította az átmenést. Tehát fölvittem Budapestre, ott rögtön civil ruhát adtam neki, ő eltűnt. Átmentük egy csomó záron, ahol az én igazolványom, ahol az ő egyenruhája segített, és aztán bementem a parlamentba, a hivatali szobámba, ott már újraületes égzajlás volt. Ugyanakkor, ha jól emlékszem, felmerült, hogy Nagy Imrét kell a kormány élére állítani, amit hát ott, hogy így mondjam, a levegőben volt. Rövidesen egy ilyen híradó és hírszerző központ alakult ki a szobám, ahol felajánlottam rögtön Losonczy Gézának és Donátnak, hogy jöjjenek be és foglalják le a szobát, és kezdjenek el operálni, hogy ne időt nyerjünk, mert a polgárháború felé halad az ország. A kronológiáját október 23-tól általában most már azt hiszem ismeri a nemzet. Én csak ezeket a drámai pillanatokat tudom rögzíteni, amelyek ott a parlamentben folytak akkor. Föltűnt ugye Apró Antal, aki erősen redukált méltóság teljességgel vonult ott, mert ugye kihúzódott a talaj alóla. Megjelentek a koalíciós pártok. Hát Nagy Imrével első pillanattól kezdve többször érintkeztem, küldöttségeket kellett bevezessek hozzá. A tankok még akkor körülvették, az orosz tankok a parlamentet, azonnak az ágyúi kellemetlenül követtek minket. Mondtam is utána Nagy Imrének, hogy hát ővel akartak beszélni, mert ő az az ember, aki ma a nemzet elfogad, és a szovjetnek is megfelel, ezt nem is kellett mondani, mert ezt gondoltuk. Ő akkor mondta nekem azt, hogy fiam, 4 napja nem jött le a ruha rólam. Ő tegezett engem, én magáztam, mondom, maga nem lett volna itt, maga nem lenne itt, ha mi nem lettünk volna. És akkor mi meggyőződéssel mondta, igazad van, fiam, igazad van, fiam. És nem akarok kitérni a történelmből is, mert csütörtöki véres napra én is ott voltam a téren, de szerencsére az első lövések után elrohantam a parlament kapujába, ahhoz közelebb eső kapujába, majd utána át a hídon, ahol együtt futottam a Lux László miniszter helyettessel. Azt mondja, erre a Lux futásra még nem tudjuk, milyen rendszernek lett vége. Én visszaloholtam neki, lehet, hogy az egésznek. Hát ilyenkor mindig ilyeneket mondtam. A parlamentben más jelent volt, hogy Kvállai Gyula jelent meg, már úgy a október vége fele, és mindenkit kezdeszorított, aki hamarjában meglátott, hát engem is ismert, még Szent Györgyi mutatta be nekem őt 43-ba, hogy aztán csináltok, jól csináltok. Hát én nem tudtam, mi a fenét csináljunk jól, mert hát én semmiféle ilyen formális testületbe persze nem vettem részt. Elmentem Fischer Jusuféről, hogy vegyen részt az utolsó koalíciós kormányban, nagyon húzódozott, igyekeztem rábeszélni, mondtam, Nagy Imre küldött. A drámai módon mentek az események, mondta arra az egy napra, az ő közismert humorával, mondtam, hát ez még nem biztos, de hát az egy sánszot kell megjátszani, mivel sikerre megyünk. Emlékszem, még a forradalom leverése után találkoztunk, és akkor mondta, hogy tűnj el, mert az eretnekekre halál vár. Így. Kétli Annával a kapcsolat 56-ban erősebb lett? Hát igen, hát elvitt engem Fischer Jusuf hozzá, amikor kijött a börtönből, akkor elmesélte az ő verzióját arról, hogyan jött ki, és hogy Kis Károly behívta, Rákosi képe ott lógott a falon mögötte, hogy hát fogadjon el valamilyen pozíciót, és akkor azt mondta Kétli Anna, hogy nekünk ott előadta,
hogy amíg ez a gyilkos ott csak a falon lóg, addig én nem állok szóba itt maguknál senkivel. Hát ez mi is volt, mert amikor már Nagy Imre volt a kormányon, akkor... Hát én emlékszem, hogy rá beszéltem őt 56-ban, hogy feltétlen működjön együtt Nagy Imrével. Azt mondja, hát fiam belügyminiszter volt 49-ben, Moszkvába jött kommunista. Maga jól ismeri? Hát mondom, nem is nem jól, én csak azt látom, hogy mit tett most, és hogy én nekem milyen tapasztalatom volt vele 45-be, 51-be és most. Közben hallottam, hogy engem a parlament dolgozóinak forradalmi bizottsága elnökévé választottak, hogy kimentem levegőzni néha esténként ezekben a napokban, mert hetekről nem volt szó, talán csak 10 napról. Bekanyarodik egy menti autónak, kiugrik Losonczi Gyuri Gézánk a bátyja, vagy azt hiszem bátyja, és annyi, de jó, hogy itt találak, azt mondja, mondd meg az öregnek, hogy ne lőjék a Kiliánt. Ez így ment akkor. A Kiliánt mi az, kérdeztem. Azt mondja, hát az a kaszárnya, és ott a mi embereink vannak. Mi az, hogy a mi embereink, kérdeztem. Hát a Nagy Imre kormány emberei, mondtak, már koalíciós kormány volt. És ki a parancsnokuk? Mondja, a Maléter. És ki az a Maléter? Azt mondja, a Maléter ezres és partizán tagadatos volt. Na mondom, ha ezres, benne kell legyen a K-telefonkönyvben. Sok idő nem volt, rohantam föl a lépcsőkön, Losonczi Gyurival kinyitottuk a fiókat, egyikben a K-telefonkönyvben, ott van Maléter. Hűvel mondom, hát ha ez ezres és van fegyverese, van, hát akkor ezt rögtön meg kell akadályozni, és azon kívül ki kéne nevezni a honvédelmi miniszternek, ez a bata, ez nem a mi esetünk, mondtam neki. Losonczi, én most megyek, orvos vagyok, szükség van rá, mentőautóval elment, pillanatokat folytak az események. Fölrohantam, kerestem Nagy Imrét, nem volt a szobában, hol van a rádióba, az nem volt a pincében. Rohantam Donáthoz, Münich volt benn, meg Donát. Donát Baracsánsán üdvözölt Münichnek, mondom, egyszer a kettőknek, meg kell állítani azt, hogy az oroszok lőjék a Kiliánt. Át kell szólni az orosz parancsnokságra, őt a mi embereik, a Nagy Imre kormány emberei vannak. Most volt itt a Losonczi Gyuri, mondtam Donátnak, és a Maléter ezredes, aki partizán, tagozatos, vezeti őket. Itt van a K-telefonkönyv. Erre Münich felsajtott, úgy kell nekem ez a belügyminiszterség, mert az volt akkor, mint a hátfájás. Hozzá kell tegyem, Münich akkor nem volt az a kép előttem, ami ma, vagy 56 után, hanem egy Rákosi Tolle finkövetnek degradált ember volt, aki egy joviális, iszákos magyar katonatiszt karikatúráját mutatta nekem, erősen karikatúráját, de mégis. Parlamentben másik jelent, hogy Vas Zoltánnal találkozom, rohan a folyosón, mondom, hova szalad? Mert vele jóban voltam aránylag, a stílusa miatt főleg, és mint kiderült, hát nem is volt ez alaptalan. Hát azt mondja, megyünk el a Buci Gyurihoz. Minek? Azt mondja, hogy kidobjuk. Na, azt megnézem, mondtam. Elrohantunk Marosán szobájába, ott berohan, azt mondja, na Buci Gyuri, tűnjön el. Ezt én egy kicsit erősnek tartottam, mondtam is neki, de nézze, ez legalább börtönbe ült. Mi meg nem. Higgy el, megérdemli, nem azért, amiért vádolták. Ezzel elhatárolta magát. Hát ez a maga tudja, mondom. Marosán zavart mosolyal vette a kabátját és eltűnt. Ez volt az ő hősies kiállása. A másik jelent az volt, hogy magisztrák, ezredes, elvtárs. A légierők egykori parancsnoka, a Tudományos Akadémia legjobb besugója. Ma is benne van a telefonkönyvben, szeretném, ha látná ezt a filmet. És elmondaná, hogy miért csinálta mindezt a disznóságot 49-ben, 50-ben. Mit kockáztatott volna, ha nem csinálja? Mint pártitkára, a műszaki tanárnak, osztályának és főbesugója, aki házkutatást szervezett a lakásomban 49-50-ben, mindenféle hazugságokkal. Letépett válszalagokkal és sapka nélkül AVA ezresi egyenruhában a parlamentben, az előcsarnokban ott tódult, ott üldögélle. Jaj, Gyurikám, mondja, émeitő alázatosságból, hogy vagy? Engem nem igen szóltatok legközelebb barátaim se én. Azt mondom, én neked nem Gyurikám vagyok. A piszkos dolgaid miatt, amilyen mit, az írhádat mented, előbb kellett volna meggondoljad. Köszönöm a jó Istennek, hogy nem rúglak ki az utcára, hogy ott szétszedjenek. Továbbáltam. Kopács jött be pár két nappal később, 30-a után. Összeütköztünk a folyosón, véres kötés volt a fején. Gyurikám azt mondja, az oroszok minden élelmiszer szállítást megakadályoznak. Mondd meg az öregnek, ha hamarabb jutsz be hozzá, hogy csinálnunk-e valamit, erőn nincsen. Később Csanádi jelentkezett, aki akkor a államvasutak igazgatója volt, ez már elsője után volt, hogy áramlanak be az orosz csapatok, ugye?
De még ezt megelőzőleg 31-én, mert hát zsúfolódtak az események, este kimegyek egy kicsit sétálni a parlament elé, hát egész nap ülben az ember, és egy alaktalan tömeg vinyogban megközelít, Gyurikám, Gyurikám, ments meg, megölnek, kitépik a szívemet. Oda nézek jobban, alig ismertem meg hájas elizott alakban, Horváth Márton volt, akit én ugye 44-ben találkoztam, és egyszer a háború vége után, akkor egy sovány, lázas, égőszemű ember volt, akit Illés Gyulával, Major Tamással együtt láttam, de nem tudtam a nevét. Hogy mentselek meg? Azt mondja, meglincselnek, követnek. Mondom, mitől félsz az olvasóid? Idéztem Brechtet 53-ból. De hát nem hagyhatod azt, hogy itt megöljenek. Mondom, nézd, szovjet állampolgárokat nem, én gondolom az vagy, de nem is várta meg a válaszán. Nem szabad meglincselni senkit se egyébként, bírósági eljárásokat kell biztosítani, de ha te be akarsz jönni a parlamentbe, ahol áldozataid ülnek ma nagy részt, a szobákban is dolgoznak azon, hogy ne legyen nagyobb katasztrófa, ott azért valamit dolgoznod is kell. Bármit megcsinálok, bármit, mondta síró hangot, szemedet elfelejteni. Na gyere, az őrök beengedtek, engem ismertek, és igazolvány meg volt, mondtam, velem jön. Őt leültettem egy székre, és elkezdtem diktálni neki a semlegességi nyilatkozatot. Egy fogalmazvány le volt skiccelve ott kézzel, amit én írtam, és próbáltam olvashatóan is javítani. Mondtam, itt az írógép írja. Tehát elkezdte kopogni, de a harmadik mondatnál abba hagyta, elsápadt, ezt nem írhatom, lemondta. Akkor kikotróc, mondom. Hősi halált haltál a Magyarország függetlenségéért. Leült és befejezte, leírta. Magyarország független, semleges ország lesz, kilép a Varsói szerződés, azt hiszem még az is benne volt, hogy szocialista ország. Nem akartuk cukkolni az oroszokat jobban, mint kellett. Egy volt a fontos, hogy kimenjenek. Minden mást ennek akartam alárendelni, ennek katonai erőnk nem volt. A jelentések ott hevertek nálam, hogy 50 méterre áll az első orosz harckocsi, az utolsó adótoronytól, és erre egy feljegyzést csináltam Nagy Imrének, amire ráírtam, hogy lássa előbb Losonczy Géza. Szóval amikor ez le volt írva, átrohantam, most már nem tudom, hogy aznap este volt, vagy másnap reggel volt, de azt hiszem aznap este vagy volt, kérdeztem a titkárnőt, hogy azt mondja, vannak benne, kicsoda, azt mondja, Antropov. Na, mondom, az épp a legjobbkor. Benyitottam, szembe velem a hosszú asztalnál Nagy Imre ült, a hosszabbik részénél, mellette Antropov, a jobb kezénél, ővel szemben Donát és Losonczy. Másra nem emlékszem, Losonczy közel állt az ajtóhoz, odaléptem hozzá, megkopogtattam a vázat, elétettem a lapot az asztalra. Megvártam, míg elolvassa. Rendben van? Kérdeztem halkan. Bólintott. Hol voltál 1956. november 4-én? Lakásomon. Arra ébredek, hogy megszólnak az ágyuk és tankok, dübörgés van. Érmelyik utcában is hallatszott, nem tudom hogyan. Úgyhogy fölhívtam gyorsan a vásárhelyét, akkor már a Miki felesérte a kedlót, jaj, azt mondja, megyünk, megyünk, hová? Nem mondhatom meg, megyünk. Viszont látásra mondtam. Ha megmondták volna, hogy hova mennek, rögtön megmondtam volna nekik, ne oda menjenek, hanem Ausztriába. Ilyenkor vagy teljesen kamuflál az ember, hogy ne jönnek rá, mint amit mi játszottunk meg, hogy a Lengyelország után a szovjet fennhatóságból, való egyik országból a másikba mentünk, vagy pedig rögtön kimegy nyugatra. Én tulajdonképpen ezt a részt a lakáson töltöttem, a kislányomat néha az ágy alá gurultam vele, nehogy egy bomba vagy valami a fejünkre essen, mert ugye repülőgépek is jártak, keltek, és nem tudtunk, nem fognak bombázni egy ilyen területen is. Elég dühítő érzés volt, a düh dolgozott inkább a félelem, és hát én a második feleségemet 52. januárban vettem el, a Marit, akkor azzal éltem az Érmeléki utcába, és hát nem akartam kockáztatni, hogy valami baj legyen. Gondolom, ha egyedül lettem volna, akkor talán máshoz is hozzákezdtem volna, de nem sok esélyt láttam őszintén, szóval mindig az volt az elképzelésem ebbe a gémbe, a 20-szoros nagyhatalom ellen, hogy egy golyóval több, az csak legutoljára használható, addig én sokkal többet tudok csinálni. Akkor elhatároztam, hogy elmegyek külföldre, ahol nagyobb a mozgásszabadságom, mint például Lengyelország, és majd ott bevárom, hogy mi történik, és ha olyasmi történik, mint ami történt, akkor megkezdjük a háborút. Az 50 publikációm Nyugat-Európában erről beszélnek, kétharmada
a Vörös Reichnek a gazságairól és impotenciáról és ökörségeiről szól, és megjelentek franciául, norvégül és svédül. És még pénzt is adtak érte különböző folyóiratokban. Nem kétséges, hogy mi várt volna rám, hiszen még mikor én elindultam 40 emberrel december 6-án egy Ikarus busszal, az általam még háború alatt is megmentett lengyel világbajnok, sívvilágbajnok meghívására, aki akkor majdnem egy egész jó isten volt Lengyelországban, nagyon nagy hatalom, a Marusárs, ugye, Gestapo által kivégzett nővére és annak férje emlékére, minden második éve egy Marusárs cseh emlékversenyt rendeznek, nemzetközi versenyt, futót, ugrót, mert ő északi volt. Hát akkor még ugye úgy képzeltem, hogy majd Lengyelországban kivárom, hogy mi lesz. Tehát elképzelőleg tartottam, hogy ne hozzjönjenek valamilyen politikai megoldáshoz az oroszok. Mikor én onnan fölhívtam Kis Árpádot, hogy milyen az idő Magyarországon, úgy egy pár hónap után, azt mondta, hogy esik, zuhog. Hát világos volt, hogy készítenek elő egy megtorlást. Lengyelországból csak egy irányba vezetett út, Svédországba? Lengyelországból csak Svédországba lehetett menni. És ezt is úgy tudtam meg, hogy a Lengyelország, a Varsói Magyar Követségbe elvonultam. Valamelyik munkatárs ottan mondta, hogy hát rengeteg magyar jön itt át, és mennek Svédországba, és a lengyelek nem állítják meg sehol őket. Mondta ő, nem is mondta célzatosan. Mindenesetre ez azon eszembe jutott, elmentem a Varsói Svéd Követségre, és akkor onnan fölhívtam az Angert, aki kérdezte, hogy ki beszél. Hát mondtam neki, mert mi németül beszéltünk, hogy a Béla. Hűha, mondja, és akkor hogy vagy, sokat hallottam róla. Mondom, pont úgy, mint utoljára. Rövid beszélgetés volt, ebből rögtön megtaláltette, adjam át a kagylót, átadta az ügyvő, átvette a kagylót, 5 perces beszélgetés folytatott vele, utána letette, minden el van intézve, kivészünk a svéd konzul Danzigba, oda kell menni, megmondják, mikor jön a svéd szénhajó, és akkor azzal átvisznek Svédországba titeket. A kapitány szakállas kedves ember volt, 4 napig utaztunk a hajón, iszonyatos megkönnyebbüléssel és jó alvással, ezután kaland után, ahol a svéd rádióban egy barátságos hang beszélt, a kapitány kép el volt foglalva, és az orvosi szobát adta nekünk, odaszólt nekünk, amikor bejött. Ez a király volt, én kedvelem, nagyon rendes gyerek. Ez nagyon meglepett engem, pedig hát én is azt hittem, hogy demokrata vagyok, de hát így volt. Amikor Svédországra érkeztünk, akkor kaptam tőle 50 koronát vasúti jegyre, az a Stockholmba mentem, a pályaudvaron már telefonáltam, Piroska Jóska várt, aki szeptemberben ment oda ki, útlevéllel találkoztam Kismarty Lechner Jenővel, aki jóval idősebb volt, aki 48-ban menekült oda, aki rögtön szerzett egy lakást, amit mi a svéd állam fizette, mint a legtöbbnek. A probléma az volt, hogy a halálveszélyből az életveszélybe kerültem. Egyetlen fillérünk nem volt. Jóformán egy ruhába érkeztem, egy szál ruhába. És hát volt egy kis gyerek és a feleségem. Sürgősen kenyérkereset után kellett nézni. Aztán nyelv egy probléma volt, én már akkor tudtam, hogy angol, németül, franciául, állítólag magyarul is. Nem nagyon volt kedvem ezt a nyelvet megtanulni, és egyébként sem szeretek szisztematikusan valamit elsajátítani, nehezen is tudom. Nem értettem ezeket a nyelvtani trükkjeiket, amik elég speciálisak. Egy pár jó könyvet kértem, és ennek alapján próbáltam beleilleszkedni ebbe. Szerencsére angolul elég sokan tudtak, és hát elsősorban óriási segítséget kaptam. Két Leanna és Per Anger révén, ugye Per Anger követségi titkár volt a háborúban, ott akkor épp a személyzeti osztály vezetője volt a külügybe. Svédországban tulajdonképpen minden elő van írva. Ott a hatóságok sokkal kedvesebbek az emberekkel, mint az egyének. Pont megfordítva van, mint az én tapasztalatom szerint
más országban, elsősorban Magyarországon. Az ötleteidet hol értették meg jobban, Magyarországon vagy Svédországban, és hol fogadták el gyorsabban, Magyarországon vagy Svédországban? Nehéz ezeket a dolgokat összehasonlítani, mert természetesen a személyes kontaktus és megértés Magyarországon jobb volt. De hát itt főszereplővé kezdtem válni egy nagyon rossz színdarabban, még ott statiszta voltam egy jóba az elején. Azt se lehet mondani, hogy Svédországban nem értették meg, mert itt volt például Thunborg, akin átvetettem föl elsősorban a svéd kormánynak szüksége van egy tudományos tanácsra. Megkérdeztem őket, mint a kormány néhány tagját, még 62 körül, hogy hát ti tudjátok, hogy milyen tudósotok mit kutat, és hogy Svédország mennyit fordít. Hát nem, azt nem is gondoltunk rá. Írtam még egy javaslatot egy oldalon, hogy a tudományos kutatás helyzetéről, feladatairól a két Európában ezzel kellene foglalkozni, és koncentrálni egy kutatóintézetre, hatékonysági fogalmakat bevezetni, az új hatékonyságot a környezettel és más értékekkel. És akkor visszaírtak, hogy egy ösztöndíjat adnak rá. Ez egy nagy dolog volt, elég nagy pénz is volt az állás mellett. Tudomást szereztem arról, az irodalomból, sajtóból, hogy Amerikában elkészítették a várostervezés matematikai modelljét. És ezáltal prognózisokat próbáltak csinálni, és a prognózisok valószínűségét is előre lejátszották. Ugye például, ha a várostervezés matematikai modelljét csináljuk, akkor ott a telek árakkal manipuláltak meg, hogy hova kell, milyen üzleteket tervezni, várostervezés volt. És hogy befolyásolja például egy városrész telekárainak, vagyis ezáltal az investíciók nagyságrendjét, hogyha oda hirtelen például a feketék költöznek, akkor leszállt az ára. Anger főkonzul volt San Franciscóban, a modell San Franciscóban készült. Pillanatok alatt lekommunikáltam a dolgot, majd egy javaslatot csináltam a kormánytudományos tanácsának, az megbízott ezzel, menjek és próbáljam az információt megszerezni, de ugyanakkor a Svédország legnagyobb havi leghíresebb havi folyóiratánk, mert persze azóta megszűnt, az Industriának, mint a Fortune ma Amerikában. A főszerkesztő a Dálöf úr, már több cikket közöltem extra munkába, egy megbízást adott, hogy hozzak riportot a műszaki fejlődésről és a mérnökképzésről Amerikába. Ezt előre kifizette, ez elég nagy pénzt adott, azt hiszem 5000 svéd koronát. Amiatt akkor nagy pénz volt. Eszembe jutott, hogy Szent György is ott van, nem messze Woodshullba, ez a Marine Research Laboratóriumnak volt a főnöke, tehát a tengerészeti kutató laboratórium, biológiai intézet tulajdonképpen. És fölhívtam telefonon, hogy van, mint van, jaj, azt mondja, de jó, hogy itt van az Erdős Tamás is, aki ugye a Tudományos Akadémia volt titkár, mikor mi a káderesekkel hívtuk a csatát, őt is kidobták utána. A vacsora végén azt Tamás odasúg nekem, hogy esetleg találkozó Nellyvel, nem utasd megdöbbenésedet, már nem az a ragyogó fiatal személy, akire mi emlékezünk, hiszen elmúltak az évek, és nem is egészséges. Én egy mukot sem szóltam. Azonban, amikor elbúcsúztunk egymásról, zsebben bedugott egy cetlit, akkor Bostonba érkeztem, a Hiltonba laktam, ott egy telefonszám volt rajta. Hát fölhívtam másnap Nellyt, és meg volt lepve, meg ezzel kibeszél, mondtam, ezt tőlem senki nem kérdezte kétszer, angol kérdezte, hát akkor elsírta magát, hogy találkozzunk, hát találkoztunk, lerepültem Hannoverbe, és hát akkor ővel a kis lányával volt ott, és kis kocsi autóval, és akkor mentek el, a kislányt elviszi lovagolni, mesélte. Mert volt, minden héten lovaglóra ment, az ilyen 25-30 perc, vagy mennyi volt, 40 perc, egy ilyen lovagló túra, amit ott az iskolában csináltak, és azzal tudunk beszélgetni. Már csak arra emlékszem, hogy vagy 4-5-ször jött a kislány vissza, és megköszönte, hogy thank you, mami, mert nagyon szokatlan volt, hogy többször elküldte lovagolni. A találkozás után, persze ez nagyon megrázó volt, még a kocsiban, amikor találkozunk,
mondja nekem, hogy későn jöttél, hogy kérdeztem, azt mondja, mert 2 hete megoperáltak, rákom van, az egyik mellem levágták. Mint a városmajornak a deformáltja, rögtön odavágtam, úgy sem értek sokat, ez volt az én fájdalomcsillapításom. Nem felelt rá, tovább mentünk, majd egy félelmetes mondat hangzott el. Szörnyű dolog egy emberrel élni, és vele semmiről beszélni. Hát ez volt, amit legkevésbé vártam. Nagyon megdöbbentett, jobban, mint bármi, hogy ő is ilyen állapotba jutott. Ezután a körlovaglások után, aztán ő felhívta a férjét, és kijelentette, hogy haláláig most már velem akar az idejét tölteni, úgyhogy mi akkor találkoztunk 5 éven át, még meg nem halt mindenütt a világban, több hónapot évente. Zilainál legjobban, Zilai régi barátunk volt közösen, ők meg Amerikába éltek, akkor már Zilai Lajos íróról beszélek. Én Magyarországon a morális és fizikai bátorság gigászaival találkoztam az életem alatt. A csirkefogat elfelejtettem, annyian voltak, de a többiekre egyszerű volt emlékezni. Külföldön szabályokat betartó normális, különösebb bűnöket, de kiemelkedő tetteket el nem követő egyénekkel találkoztam. Én olyan vészhelyzeteket éltem meg, Svédországban is voltak ilyen helyzeteim, ki is álltak, de lényegében nem értették igazán, mert az ő történelmi tapasztalataik, hála jó Istennek, és ennek csak örülhetek minden svéd nevébe, nem hozták őket olyan helyzetekbe, ami nálam röpke évek alatt is többször előfordult Magyarországon, vagy ha én hívtam Európában, ugye? Svédország a szervezetek országa, az nem egy individuális ország. Én új totalitáriusoknak is hívtam, néha annyira egyformán gondolkodnak, hiszen minden húzás történelmileg igazolt az idő nekik. Béke volt, béke és folyton béke, jólét volt és jólét és folyton jólét. Tulajdonképpen a világ legtökéletesebb társadalma, az összes lehetséges társadalmak közt, mondtam neki a Candidot idézve, egy kis gúnyoros mellékzöngével. Sokszor kérdezték a svédek 10 évvel múlt, 20 évvel, na, azt mondja, hogy most már svéd vagy, svéd állampolgár, mondom, svéd állampolgár, magyar nemzetiségű. Az én identitásom ugyan nagyon különbözött, gondolom az árvalányhajtól is, de is vagy a darutoltól, és persze még sokkal jobban különbözött, ez kétségtelen, ettől a csasztuskás és pufajkás világtól ottan én nem tudtam volna élni. Egyébként addig is, 45 után is az itt tartózkodásom tulajdonképpen egy várakozás volt, mindegy, ez a lesiklásban a könyvemet idézem, benne is van. Én folyton arra vártam, hogy na most már aztán vége lesz ennek, és valami lesz, valamint el lehet kezdeni tényleg, ha valóság is tele hibákkal, de hát nem ez a hihetetlen hazugság és aljasság. Tudod, hogy hol akarsz élni? Hát igen. Ha azzal a legszívesebben szeretném magam megosztani egy kicsit, de Svédországban tulajdonképpen a gyerekeimen kívül nem sok vonz, azokkal meg együtt élni nekem, ezek felnőttek, ezek 30 éven elmúlt mindegyik unokákkal. Ez egy nagyon szép, konvencionális kép, de tulajdonképpen engem minden Magyarországhoz fűz. Nem nagyon fogott rajtam a civilizáció, az igazság az. Persze, hogy Magyarországon, de szeretném azért a szabadságon megőrizni. Gondolom, hogy kettős állampolgársággal még el fogok lavírozni egy darabig. Kész.